A Demokratikus Koalíció elnöke Gyurcsány Ferenc ma lakossági fórumot tartott Tatabányán, előtte a várossal ismerkedett. Hát ilyenkor intézményekbe megyek, kormányhivatalba, kórházba, egyetemre, családokhoz. A nap nagy részében hallgatom az embereket, korepetáltatom magamat, hogy milyen az ország. Hát este pedig szokásosan inkább én beszélek egy fórumon. Abban nincsen különbség Tatabánya vagy Zalaegerszeg vagy éppen Esztergom között, hogy a megélhetés, a munka, a bér az első kérdés mindenütt. Hát a második meg, hát miután én ellenzéki politikus vagyok, itt a Sláger téma most már hetek, hónapok óta imamalomszerűen ismételgetve, hogy összefogás, összefogás és összefogás. A találkozón természetesen szóba került az MSZP-vel, illetve az Együtt 2014-jel történő együttműködés lehetősége is. Nagyjából három lehetőségünk van, vagy minden marad a jelenlegi helyzetben. Szerintem ez a legrosszabb, azaz, hogy van az MSZP 14-es megállapodás, és mi teljesen külön indulunk, mind a 106 választókerületben önálló listával. Ez szerintem nem jó. Ennél egyen jobb variáció, hogyha ugyan megmaradnak az önálló listák, de legkésőbb az utolsó pillanatban tisztességesen, arányosan visszalépünk egymás javára az egyéni választókerületekben legalább. Én erre kész vagyok, én ebben tudok nagyvonalú lenni. A harmadik lehetőség a legjobb, amikor egy közös miniszterelnök jelölt, egy lista, egy közös jelölt mindenhol, ezt a opciót fenn kell tartani, ameddig csak lehet. A volt miniszterelnök, a pártelnök a Demokratikus Koalíció Tatabányai Szervezetének vendége volt. A Tatabányai Szervezetnek folyamatos és nem hivatalos kapcsolata van az itt lévő szocialista párti vezetőkkel. Rendszeres, mondhatom, hetente összeülünk és beszélgetünk aktuális politikai kérdésekről. Pillanatnyilag az országos helyzetet is ismerve nincsen hivatalos szervezeti, írásos formában öntött kapcsolatunk. Tatabányai szervezetünk folyamatosan bővül, egyre népszerűbbek vagyunk. Mondhatom azt, hogy szinte hetente egy-egy új támogatót vagy tagot regisztrálunk, folyamatosan növekvő létszámunk mellett rendszeres szervezeti életet élünk, amelyeken részt vesznek a tagjaink, és megbeszéljük a helyi feladatainkat. Mint mindannyian tudjuk, a választásokra készülünk.